Szép jó napot kívánunk! Van nálam egy kis Toyota, kis relatíve, ez egy 19 végi korolla 2 literes hibrid, és hát eljött egy komplet kezelésre, de gondoltam erről a két ajtóról, azért csinálok egy ilyen videót, mert azért izgalmas, izgalmas, hogy nem gondoltam volna, mert ugye volt már Toyo, volt itt a GR, volt a RAV4, de ilyen típusú újabb korolla nem volt, mert auriszok voltak. Itt az első panel, az a vezető oldali ajtónk. Hát ennyi jutott. Ennyi jutott, pedig ez egy GBR rendszerű komplet kezelésre jött végül, és az egyik legkedvesebb arcú Toyota-m, nagyon kedvelem őket. Úgyhogy amit elvégeztem rajta, ez egy motorháztető szigetelés volt egy rétegben, utána első kerékjárati ívnek a sárvédő ív, utána felhordott anyaggal, és a lezárás az áhoszlop tövében. Aztán ugye az öt ajtó. A hátsó ajtóval is volt egy-két dolog, meg ott ilyen panelzörgéseket sikerült megszüntetni. Picit elnézést itt a rendetlenségért, de hát ahol folyik a munka, ott fullik a forgács, és egy érdemleges zárás sikerült elérni meg azért. Ez nem, az a, nem ez a lemez hang, amit itt a bal oldalon még lehet tapasztalni. És ez a hangszóró rész. Úgyhogy ez egy nagyon szép kis autó, de hát kegyetlen. Úgyhogy ide mindenképpen kap egész nagyon mennyiségű rezgéscsillapítót, aztán hangány előtt lezárom ezt a fóliával lezárt Mondjuk az első részen nem fólia van, hanem ez a műanyag panel, amit ha megerősítünk, akár még jó is lehet. Úgyhogy erre kap még egy hangányelő réteget. Hátúra viszont teljes mértékben a fóliát azt leváltom, mert fólia van gyárilag, úgyhogy ezt érdemes. És itt is a merevítő teljes mértékben. Egy doboz. Hát úgy, semmi nincs, tényleg. Elő van két ilyen ekkora flek, de kegyetlen, úgyhogy ennyi nagyságrendileg egy ilyen rövidebb bejelentkezés szerettem volna hátul van a kis akkumulátor a 12 voltos, azt egy kicsit addig töltjük mert miért ne igazából még itt ezt a hátsó hívet azért kitakarítom, mert a hosszú évek alatt csak sikerült egy kicsit itt összeszedni a koszt és nekem meg zavarja a szememet, úgyhogy egy picit foglalkozunk vele Lehet hogy itt a hátsó panelt, ezt teljes mértékben így végig futtatva megcsináltam, meg volt még ezzel, hát ezzel nagyjából 3 órát eltöltöttem ezzel az egy panellel, szerintem most tökéletes, de hát azért vannak ilyen indokolatlan, indokolatlan szekciók. Ezen kívül meg egy tényleg szerethető, kényelmes, nagyméretű családi autó, ami tök jól fogyaszt. Hát ez, ez, ez kimaradt. Úgyhogy, na, ennyit szerettem volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!